Megtervezted már a 2019-es évet, és elkezdted megvalósítani ezt a tervet? Ez a mai kérdésem. Üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztése vagy új vállalkozás elindításában. És üdvözöllek, boldog új évet kívánok, üdvözöllek az első idei 2019-es napi vitaminban. És hát egy csomó mindent szeretnék elmondani, hogy nem jut mindenre idő, de majd szépen sorba minden napra jut valami. Egyrészt nekem személyesen úgy telt például ez a bizonyos karácsonyi vagy az ünnepes időszak, hogy egy kicsit befelé fordulva, ilyenkor kiszoktam lomtalanítani, ilyenkor lecsökkentem, nem nagyon nézem az e-maileket, Facebookot, egyébként sem most aztán végképp. Úgyhogy elnést mindenkitől, akinek nem válaszoltam még, vagy aki valamilyen válaszra vár, hamarosan meg fog születni, de hát nagyon sok minden történt az ünnepek alatt. Igazából ez az ünnep elég sok munkával, amellett, hogy a család együtt volt, és együtt töltöttük a karácsonyt, nagyon sok munkával telt, ebben nagyon nagy lelkesedés volt bennem, hiszen költözés, akkor kipakolása az életünkből egy csomó minden dolognak, lomtalanítás. Tehát ilyen megkönnyíteni a hajót, hogy még klasszabbul áramonasan lehessen haladni. Úgyhogy nagyon sok mindent terveztem én is már az idei évre, és ehhez egy pár kérdésem van felét, hogy te ezekre gondoltál-e például, mit terveztél, mi az, amiben fejlődni szeretnél? Én így el fogom mondani, hogy mi az, amit én kitűztem magamnak célul. Vagy mi az, amiben változni akarsz, vagy változtatni akarsz az életedben? Van -e olyan dolog, amit már cipelsz egy ideje magaddal, gondolkoztál már rajta, hát igen, meg kéne tenni, el kéne kezdeni, nem tudom én, tanulni valamit, vagy el kéne kezdeni változtatni, vagy egy új hobbit, sportot, munkát esetleg, vagy egy vállalkozást a munkád mellett, és így tovább. De mi az, amit idén eldöntöd, hogy tényleg el is kezdesz, és mikor kezded el? Aztán ilyen kérdés az, hogy miket tudsz kilomtanítani az életedből, amit úgy érzel, és nekem van egy ilyen kis saját mechanizmusom, amit úgy érzel, elmúlt fél évben nem használtál, vagy egy elmúlt fél évben nem foglalkoztál, lehet, hogy érdemes kirakni az életedből, még a célokból is érdemes kilomtani, kidobni dolgokat, mert nem cipeled magaddal, egyszer lezársz dolgokat. Ez egy hasznos dolog lehet. Én is ezt tettem egyébként, mondom, a fizikai, a hdd ken a lomtanítás, és így tovább emellett nyilván én is a tervezés és sok munka volt köztem, új anyagot készítettem, meg majd látni hamarosan. Amiben én fejlődni akarok, az pontosan ez irány, hiszen azt látom, hogy mondjuk a kereskedelemben az online kereskedelem, a könyvekben az online könyvek indultak el, és azt látom, hogy az, amit korábban csináltunk, sikernap, vagy pedig osztrák-magyar vállalkozói konferencia, korábban internetszemináriumok, ugye online marketing témában, ezt már több mint 10 éve csináltam, vagy kezdtem el, 15 vagy 16 évvel ezelőtt voltak az első internetszemináriumok. Szóval Mindezeket már élőben, nem csak a fizikai távollét, mert Ausztriában élünk is hamarosan Grácsban, hanem egyszerűen nincs értelme. Tehát az ilyen tréningek klasszak voltak, elfelejti az ember, majd aki részt vett rajta, nem tudja újra megnézni. Egyszerűen nem egy hatékony dolog ma már. Tehát a koncertre elmenni egy klassz dolog, mert egy élmény, egy moziba elmenni esetleg, abban szintén voltunk, egy klassz élményünk volt, egy mozi élmény, ez egy különleges élmény, és egy tréning, vagy szemem lehet különleges, ahol döntéseket hozó emóciókat, de a tudás átadása nem a leghatékonyabb módszer, ezért én teljes mértékben a, az online tréningek és az online tudás átadás felé haladok. Úgyhogy ennek az egyik kiemelkedően fontos és nagyon izgalmas kísérlete lesz, vagy próbája lesz az online konferencia, ami most január közepén indul, pár nap késéssel, egy hét késéssel tudjuk csak elindítani, nem biztos, hogy meg lesz mind a 28 uh, konferencia előadó, de már most fantasztikus videó interjúk vannak, amiket felvettünk most a két nap a Weiser csináltam egy fantasztikus interjút, ahol azt kértem csak elsőre, hogy egy pár, egy-két hasznos tudásának mondjon el, és egy iszonyú mennyiséget mondott el, és, és mindig megkérdezte, még, még beszélhetek, még beszéltek, és mondta, és mondta a jobbnál jobb, és értékesebbnél értékesebb dolgokat. Tehát januárban muszáj jött egy él, mert ebből nem maradhatsz ki, és ő egy a körből hát 20 vagy több mint 20 előadóból, de ugyanígy volt más előadókkal is, akik egyszerűen fantasztikus, mint egy, akiket nem is ismertem ennyi, ennyire jól korábban az interjúból kiderült, hogy egy fantasztikus világ van körülöttük, és egy hihetetlenül érzékeny és tudással teli emberek. Úgyhogy fantasztikus embereket gyűjtöttünk össze, és ezt a konferenciát is ahelyett, hogy a Lurdiház ház vagy valahol hosszú utazás, parkolás, stressz, minden helyett, meg fizetni kell érte nyilván, egyébként önmagában nem éri meg a, ezek a konferenciák szervezése eleve, tehát nagyjából nullára jön neki. Ehelyett mindez online fog történni, és nem kerül egyetlen egy centetbe se, tehát egy nagyon különleges, Csokor egy, egy egészen komoly áttekintés van a siker témában, a vállalkozás indítás témában, ami rád vár, hogyha regisztrálsz rá, hogy hamarosan majd megtetsz de szólni fogok. Aztán ilyen a Udemy, amelyre, hát ugye ez az egyik fő célom, a, ahol akarok fejlődni, hogy meg, egyre profibb legyek a tréninganyagokban és azok értékesítésében, és hát azt a nagyon büszke célt tűztem ki magam, hogy idén 50, azaz 50 darab tréningem legyen összesen, nyilván ez több száz vagy több ezer adást fog jelenteni, de mi a lényeg, hogy online tudjam átadni azt a tudást, és amit valaki mondjuk megvesz egy, egy tréning anyagot, például a kommunikációnak az első része megvehető, ez a Superman kommunikáció lesz, harmadik, második, harmadik, negyedik része, jön a tárgyalástechnika, ez is valószínűleg januárban már kikerül, jön az online megoldása az ausztriai vállalkozás és ingatlan konferenciának teljesen frissített anyagokkal, nagyon sok online példával, egyszerűen egy a négy és fél közel öt órás oktatóanyag, egy komplet szemináriumot tudsz megvásárolni, úgyhogy bármikor meg tudod újra és újra nézni kiegészítő anyagokkal, aztán jön a videózásról akarok, hiszen a YouTube és ez a videózás nagyon sok embert érdekel, én magam is sokat fejlődtem benne, és ezt a tudást akarom átadni, főleg vállalkozóknak, elevén főleg vállalkozóknak szólok, tehát nem gémereknek, vagy, vagy, más céllal YouTube videókat készítőknek. Aztán az online marketing témában szeretnék, úgy láttam, egy nagyon alap kis élőadást csináltam, ez a bizonyos könyvtáros példával, és egyszerűen többen kérték, hogy hol lehet ennek hozzáférni, hol lehet megnézni, úgyhogy valószínűleg ennek egy teljesen frissített, komplet, kibővített mai anyagát el fogom készíteni, mert tele van szemét hülyeséggel, az egész internet mindenféle csodatrükkökkel, de az alapértékek nincsenek a helyükön, az alaptudás nincsen meg, a vállalkozók jó része legyen az kis vagy közép vagy nagy vállalkozó, össze van kavarodva az egész online marketing témában, hogy mi a helyzet ebben a social marketinggal, és így tovább. Úgyhogy erről is lesz szó, ebbe az irányba is a tananyagokat fog fölteni, és még lesz egy csomó, amit nem fog elárulni, mert nagyon fontos dolog, és ezért hívlak téged, hogy társulj hozzánk, mert már vagyunk egy párnak, akik ilyen anyagokat készítünk, és folyamatban vagyunk a Judemin, hogy legyél te is velünk az elsők között, hiszen ha megnézed, a legtöbb piacon igaz, a pozicionálás alaptézise, hogy aki az legelső és a legnagyobb lesz korán, azt nagyon nehéz utána megkerülni. Ezeken a az online világban ez még inkább igaz, tehát ha YouTube-on elértél egy nagyon jó pozíciót, aki utánad indul pár évvel, 5-10 évvel, a sokkal gyengébb helyzetből indul, tehát a, a, te sebességet gyorsul, hiszen egyre többször ajánl már több videód alapján mondjuk a YouTube, mert többet is keres rajtad, ezért jobban propagál téged, míg egy újnak elindul nyilván sokkal-sokkal nehezebb, de nem lehetetlen és ugyanezt látom a judemi akinek régebben vannak a adott témában tananyagai, ők csinálják a legnagyobb eladásokat, akik utána jöttek, még ha jobbak is, vagy jobbaknak tűnnek talán, ők egyszerűen tizedét nem érik el. Úgyhogy ezért most ott lenne az elején, és a mi most hódítjuk meg Magyarország számára. Úgyhogy ha van jó témád, lépvelem kapcsolatban, lehetőleg e-mailen, kerül a messenger és egyebeket, már annyi üzenet van, hogy nem tudok mindenkinek válaszolni, és akarok, vagy te hozzászólásban a videó alatt. Akkor, és persze, hogyha a személyes céljaimról beszélek, akkor nyilván fejleszteni akarom a Gráci ingatlan kínálatot, hiszen Muró mellett, a, ami főleg turisztikai bérbe ingatlanok, emellett nyilván olyanokat fogok kínálni, és ilyen a célom, hogy legyenek befektetési célú ingatlanok. Az várható, hogy 2019-ben nagy lesznek, Egyrészt legkésőbb év végén azt jósolják, hogy meg fog állni ez az őrült építőipari lufi, vagy ez az őrült hajtás van az építőiparban, és pont az ellenközé fordulhat, ha nem is zuhannak be az árak, de megáll a nagy mennyiségű építés, ezért, és hát közben ugye elindult, nem tudom nézede, nagyon alattomosan, de szép lassan elindult nem tudom, ki me szabad -e mondani, de egy válság, a tőzsdék elkezdtek esni, nem kicsit kezdtek elesni, sokat kezdtek elesni. és hát már olyan mértékűek, hogyha elérik az ilyen 10-15-20 százalékot, akkor azt egy válságnak szokták nevezni. Ráadásul ebben valahol benne van az is, hogy az amerikai bank elkezdte emelni a kamatokat, ez az ingyen pénznek vége, ha az ingyen pénznek vége, akkor, akkor kialakulhat egy, egy lufi, nagyon sok a zombi cég és egyebek, de most nem akarok beszélni, hiszen most tervezzük az évet. De ami a lényeg, hogy erősödnöd kell, föl kell készülnöd erre az évre, ez lehet a legjobb éved, én ebben bízok, hogy duplázol, a sikeredet duplázod, bármilyen mértékegységben is méred azt vagyonban jövedelemben, Elért emberekben, eladó tréningekben, forgalomban, bármiben, és ettől függetlenül fel kell készülnöd, mert fog jönni egy elég kemény időszak, és ezért kínálok egyre inkább, egyre több gráci ingatlant, van ingatlant, amelyel gyakorlatilag az emberek magyar gazdaságtól függetlenül egy fejlett gazdaságba tudnak befektetni, nem óriási, tehát nem hatalmas nagy hozamokkal, de maximális stabilitása. Úgyhogy ez az én személyes célom, még sikervitamin mellett. És ha persze támogatom a feleségemnek a rejki karrierjét, és hát egy nagyon nagy és erős titkos vágyam az, hogy az én második felében a Judeminek szett anyagoknak egy részét fogjam, és elkezdjem német nyelven is, tehát a német piacra is elindulni. Úgyhogy biztos látod ebből, hogy írdatlan mennyiségű tervem van, és ez hihetetlen mennyiségű energiám van, úgyhogy amit én mondtam a korábbi videóban, ezt kell eldöntened, hogy vagy velem tartasz, vagy el az utamból, mert, mert, mert ne elgázollak. Szóval legyen ilyen energiád, legyél tele olyan energiával, hogy, úgy érzed, hogy, hogy megváltoztat a világot és a saját világodat mindenképpen. Úgyhogy ezek a tervek, még egyszer fölteszem a kérdést, tehát megtervezted a 2019-et, és kérlek, osszad meg veled, ha van olyan, amiben szeretnél mondjuk változni, fejlődni, tanulni, képességeket fejleszteni, vagy szeretném hogy kirakni az életedből, végre lezárni valamit, ami elég volt már, és csak cipeled magaddal, vagy végre kinyitni egy új ajtót, ami, amit már régóta szerettél volna, szóval ezeket osztad meg velünk, hogy, hogy mik ezek, mert lehet, hogyha megosztod, akkor jobban átgondolod, és jobban átgondolod, segíteni fog. Én azt tapasztalom egyébként, hogyha hozzászólok, akkor az egyik legfontosabb az, hogy az magamnak segít, az magamért teszem nagyon fura módon, és ezért van az egyébként, hogy a hozzászólóknak, azok nagyon bunkok vagy tuskók hozzászólását ezért nem szoktam venni komolyan, mert ez őrőlük szól, nem az én problémámról, az ő fájdalmukról, vagy mérgükről, vagy haragjukról, vagy valamiről, hiszen ennyi méreg az emberbe, csak akkor gyűrük össze, a saját problémái vannak. Szóval, arra szólítalak, vagy hívlak, hogy tartsál velünk, elindul a harmadik, Mastermind csoport, a jelentkezések nagyjából befutottak, még a fizetési fázis van, de ami a lényeg, hogy el fog is indulni, valószínűleg jövő héten az első zumos találkozunk, az online találkozunk, úgyhogy fantasztikus év elé nézünk. Nem tudok más mondani előre. Nekem annyi feladatom van, hogy örülök, a velem tartasz. Egyébként, ha nem, akkor ahhoz is sok sikert kívánok. Úgyhogy 2019 év, azt kívánom, legyen a duplázás éve, duplázd meg a sikeredet, bármi legyen is az. Sok sikert, ciao.